Miguel László komoly csapást mért a magyar mezőgazdaságra azzal, hogy piaci helyzetét kihasználva mesterségesen emelte a műtrágya árát, jelentette ki az agrárminiszter. Nagy István emlékeztetett, Miguel László kartellezése 7 év alatt 36 milliárd forintnyi kárt okozhatott a magyar gazdatársadalomnak. A Márki-Zay Péter támogató milliárdos tisztességtelen eljárása miatt ugyanakkor nem csak a gazdák fizettek többet a műtrágyáért, hanem gyakorlatilag mindenki, aki kenyeret, gyümölcsöt vagy zöldséget vett. 60 ezer forint volt a műtrágya, a pét is jó, most már több mint 240 ezer forint. Hogyha hol fog megállni, ezt a legöregebb hinnusa tudja megmondani. Görcsös Ferenc 350 hektáron gazdálkodik fiával a Borsodabolyű Zemplén megyei Gesztelyen. Egy korszerű műtrágya szórógépet is beszereztek, ami pontosan tudja adagolni a földre a pétisót, ami elengedhetetlen a termeléshez. Direkt azért vettük már, mert eléggé megindult a műtrágyára felfele, de legvérmesebb álmunkban sem gondoltuk, hogy rövid egy éve elteltével 4-5-szörösére megy feljebb a műtrágyára. A férfi azt mondja, gazdatársaival el van keseredve, hogy a műtrágya gyártó cég monopól helyzetét kihasználva kartelezéssel olyan magasra tornázta az árakat, hogy emiatt óriásit ugrottak a költségeik. Miguel László kartelezése mintegy 36 milliárd forintnyi kárt okozhatott a magyar gazdatársadalomnak. Nem csak piaci szabálytalanságot, hanem megbocsáthatatlan etikai vétséget is elkövetett Miguel László, amivel minden magyar vásárlót megkárosított, hogy extra profithoz jusson. Ezt mondta az agrárminiszter. Nagy István hozzátette, a tisztességtelen és etikátlan kartelezés miatt 7 éven át nem csak a magyar gazdák fizettek többet a műtrágyáért, hanem minden magyar ember a kenyérért, gyümölcsért és zöldségért, tehát az alapvető élelmiszerekért. Miguel László, a Nitrogénművek ZRT tulajdonosa, komoly csapást mért a magyar mezőgazdaságra. A Nitrogénművek ZRT piaci helyzetét kihasználva mesterségesen emelték a műtrágya árát a mostani, egyébként is magas világpiaci árak mellett. Az előző évekhez képest a műtrágya árak 4-szeresére emelkedtek. Nagy István arról is beszélt, Miguel László cége a hazai piacon monopól helyzetben lévő Nitrogénművek ZRT újabb áremelést jelentett be, és mindössze egy napot ad a hazai gazdáknak a műtrágya vásárlására. Olyan nyilatkozatok elfogadhatatlanok, hogy valaki egy napig ad el a magyar gazdáknak, miközben a cége itt tett szert jelentős profitra, az illető magyar és itt lett milliárdos. A drámaian megemelkedett műtrágya ár nemzetgazdasági szinten is problémás, ezért a kormány az ügyben hamarosan döntéseket fog hozni. Ezt még csütörtökön mondta Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter a kormányinfón. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke pénteken ismét arról beszélt, nem akarják, hogy Miguel László a gazdáktól ellopott pénzből támogassa a baloldal miniszterelnök jelöltjét. Feltettük a kérdést, hogy hova kell ez a sok pénz, amit aztán Miguel László meg is válaszolt, hisz ő maga mondta, hogy annyi pénzt ad Márki-Zay Péternek, amennyire szüksége van, amennyit kér, amit egyébként műtrágya vásárló gazdaként felháborodással veszek tudomásul, hisz nem szeretnénk, hogyha mi tőlünk ellopott pénzből annak az embernek a miniszterelnöki kampányát támogatnák, aki hódmezővásárhelyi polgármesterként a földadó bevezetésével üzent a teljes magyar vidéknek. Támogatja Márki-Zay Pétert? Ha kéri, akkor támogatom, igen. Miguel László korábban többször is arról beszélt, hogy kész támogatni pénzzel a Gyurcsány Ferenc vezette baloldali jelöltjét. Tehát hajlandó lenne anyagilag is elkötelezett teljesen, teljesen természetes. Az Origó korábban arról írt, hogy Miguel László személyesen is érdekelt lehet a kormányváltásban. A milliárdos azért támogatná a baloldalt, hogy győzelmük esetén számára kedvezően végződjenek az ellene indult eljárások. A Miguel László ellen hűtlen kezelés vádjával indult eljárásban jövőre kezdődhet a bírósági tárgyalás.